Óriási tapsviharral fogadta a közönség Tahitót László visszatérését. A színművész még februárban agyműtéten esett át. 9 hónap kényszerpihenő és lábadozás után azonban Budapesten újra színpadra állt. Vendégünk a stúdióban a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész Tahitót László. Jó reggelt! Köszönjük szépen, művész, hogy befáradt. Mi az orvosi javallat? Szabad reggeli tévéműsorban vendégeskedni? Ez jót tesz a gyógyulás? Igen, minden szabad, ami élet, csak éljen az illető. És milyen volt az első előadás, a visszatérés? Hát úgy az ember be van tojva, mint egy feleléskor, mint egy felvételi vizsgál, mint egy fellépi, mondjuk szavaláskor fellépni. Szóval több volt talán paláz, mint egyébkor, de beléptem a színpadra, és nézőtéren kitört a taps, és én ezt nem reméltem, meg nem hittem, hogy engem ennyire ismernek, hogy bejövök, és akkor rögtön tapsba, pedig akkor már ment a darab, tehát arra kellett volna figyelniük, nem arra, hogy mostan meggyógyultam, de hát nagyon jól esett, mert ilyen bejöveteli taps az elég ritka azért színészeknél, azt azért meg kell dolgozni, ahhoz valakinek már kell lenni. Hát azt mondom, hogy nem csak mi gondoljuk így, hanem mindenki, hogy ezért már megdolgozott, tehát nagyon szépen köszönjük azt a sok csodálatos előadást, amit önnek köszönhetünk az elmúlt évtizedekben, és amit fogunk természetesen még látni. Hát én vagyok szerencsés, hogy erre a pályára kerültem, mert ennyi szeretetet kapni, léptem nyomon, állítanak meg az utcán, és kérdezik, hogy vagyok, és drukkolnak, és mindent tudnak rólam. Ez egészen megható. Én nem tudtam, hogy engem ennyire szeretnek. Mondtam valakinek, azt mondja, de téged ennyire szeretnek. Milyen érdekes. Szabad de én azt hiszem, az a titka, hogy én is valahogy úgy állok a közönséghez, hogy bemegyek, és már szeretem őket. Mm. Hát ez mindig visszajön. És előadást jön vissza. Vállal most? Egy hete léptem színpadra először az Audiencia című darabban, a Pesti Színházban. Ami nem is volt egy könnyű darab, mert hogy nagyon sok hely, meg név szerepel benne. Igen, elmondom az egész angol történelmet, úgyhogy, de állottam is róla annak idején betegségemben, hogy Csehszlovákiában felléptem. Csehszlovákiában az audienciában. Valami egészen hülyeséget, talán azért, mert tartottam tőle, és benn volt a kis agyamba, hogy azt nagyon kell tudni majd a színpadra lépek. Na, szóval az audienciában, utána a játék a kastélyban, léptem fel a Vígszínházba, színházba, és most szombaton 5-kor, 3-kor, vagy mikor kezdődött az előadás, tudom, délután még próbáltunk egyet, ilyen összpróba volt, ilyen főpróba, mert hát hosszú ideig kimaradt a darab. Ez is megtiszteltetés, hogy miattam ennyi ideig levették a darabot, és hogy visszajöttem, akkor került újra színpadra. Hogy bírom-e? Igen. Ja, és akkor vasárnap még 2, 11-kor és 3-kor. Nem kevés. De ettől, hogy ez megérződik a sikerben, ha mindenki valami miatt feszült, tehát ha valaki beugrik, vagy valami történt, vagy valami különös alkalom van, akkor egész más sugárzása van az előadásnak, és azt a közönség is megérzi valahogy, hogy ez egy különleges alkalom. Ez azt hiszem ettől volt különleges, hogy én visszajöttem, hogy vajon tudom-e, és olyan siker volt az Óza csodák csodáján mind a 3 alkalommal, hogy fantasztikus. És tervezi, hogy a Hattyúdalba visszatér, mert hogy ugye januárban abban a darabban lett rosszul. Megmondom, őszintén, ha nem okvetlenül kötelező, akkor nem. Mert azért tartok tőle, meg nem tudom micsoda, meg mostanában azért az a legnagyobb szerepem, és legszebb szerepem,
egy öreg ember, aki alól elbontják a kis vityillóját, és lakótelepet építenek, és jön az új kor, az új modern szellem, és elsöprik a régit. És én játszom ezt az öreg tamburást, és hát a Republik együttes zenéjeivel, ami nagyon klassz. Hát ezt Verebes Pista találta ki, hogy ez a kettő mennyire illik egymáshoz. És hát épp ebben nem is tudom, hogy mi oka volt, hogy épp ebben. Lehet, hogy az is benne volt, hogy akkor éppen nagyon sok szerepem volt, 10 előadásban játszottam. És én próbáltam kettőt, és valami nagy nyomás került az agyamra. De az a lényeg, hogy jól van, és visszatért, és tökéletesen megy minden, és további sok sikert kívánunk. És örülünk az egészségre. Sok jó teniszpárbajt partit. De jó lenne. Köszönjük szépen. Köszönöm.